A fejlesztéssel az Agrosprint cég több mint 500 új munkahelyet teremt városunkban. A cég a karcagi hűtőházat bővíti egy új gyáregységgel. A beruházás kiemelten komoly, 40%-os kormánytámogatottsággal valósult meg. Befejezés közeli állapotban van egy 9600 négyzetméteres fagyasztós feldolgozó csarnok, ehhez társul 5 darab egyenként 1200 négyzetméter félautomata, mínusz 22 fokos tároló. Elkészült egy saját vízmű, 3 szintén saját kút és víztisztító egység is, egy biológiai szennyvíztisztítóval együtt. A cég hosszú távon tervez Karcagra, többek között azért, mert folyamatban van egy generációváltás, és a tulajdonosok szeretnék átadni az üzemet, a céget, hogy folyamatos működést biztosító cégként működjön. 1998-ban épült az üzem, a cég 1991-ben alakult. Akkor 2-3 fővel indultak, mára több mint 220 állandó alkalmazott és időszaki dolgozó van. Első éves termelésük 1050 tonna, a mai termelésük 45 ezer tonna. A feldolgozó üzem mellett ma már több lábon áll a cég. Van saját ültetvényük a Bátszalókon és Karcagon, az üzem alapanyag ellátásához. Ehhez öntözési beruházás is volt. Az új üzemben fő növényük a csemege kukorica lesz. Most 25 ezer tonna csemege kukoricát gyártanak, később pedig Európa legnagyobb csemege kukorica gyártója lesz az Agrosprint, de még 15 féle növénygyártása is lesz itt. 30 év alatt a világ élvonalába került a cég, ahol generációváltásra készülnek. Fülöp Gábor gyermekeit kezdetek óta bevonta a vállalkozásba, részt vettek minden nemű munkában. Ma már aktívan részt vesznek a cég irányításában is. A tulajdonos büszke gyermekeire, de nagyon hálás a dolgozóknak is. Itt egy nagy családként működnek, egy nagy csapatmunka eredménye, hogy a cég idáig eljutott. A cég sikerének a titka a tulajdonos szerint a megfelelő mennyiségű, minőségű termék, mellé a megfelelő szolgáltatás, de a siker nagyobb része a stratégiai gondolkodásban, a csapatmunkában van. Az időjárás nem lehet kizárni ebből a mezőgazdaságból, de a cégnél megtesznek mindent annak érdekében, hogy minél kevésbé függjenek tőle. Ennek a fejlesztésnek is az egyik célja az, hogy a rövid feldolgozási időszakra olyan nagyságrendű feldolgozási kapacitást létrehozzanak, amivel minimalizálni tudják a feldolgozási időt.